Köszöntöm kedves nézőinket, Sípszó után című sportmagazinunkkal. Véget ért a szezon a gézengúzók számára. Jelenleg a nyári táborokat szervezi a klub, melyből kettő is lesz az idén. Ezekről és az eltelt szezonról az UKC elnökét kérdeztük. A szezont mindig a nyári táborok megszervezésével zárják, az újat pedig azok lebonyolításával kezdik a gézengúzók. Ez idén sincs másképp. A vakáció ideje alatt a hagyományokhoz szíven most is két táborral készülnek a kézilabda szerelmeseinek. Az egyik egy bentlakásos, komolyabb edzőtábor jellegű tábor lesz, ez Agárdon lesz kivitelezve. Ide ugye az idősebb játékosainkat várjuk, ide nem lehet jelentkezni azoknak a úgymond külsősöknek, akik még nem kézilabdáznak, vagy még nagyon kezdők. Ez kimondottan már egy felkészülés jelleggel megy a következő szezonra. Ide is egy nagyjából egy 60-70 gyerek között tervezünk menni, és tényleg egy napi három edzéssel tarkított kemény felkészülés lesz a szeptemberbe kezdődő gyerekkézilabda bajnokságra, illetve sérülés ifjúsági bajnokságokra. A másik táborunk, ugye, ami már nyitott, és mindenkinek szól, az Kalocsán kerül megrendezésre. Ez egy nem bentlakásos kézilabda tábor. Itt is napi három foglalkozás van. Ez augusztus 13 és 17-e között kerül majd megrendezésre. 10.000 forint per főbe kerül a tábor napi háromszori étkezéssel, és testvérpár kedvezményeket is szoktunk ilyenkor mindig biztosítani. Erről a táborról annyit kell tudni, hogy a 2006-os korosztálytól a 2010-es korosztályig fiúk, lányok vegyesen várunk a táborba. Ide várunk mindenkit, nem csak azokat a fiatalokat, akik már kipróbálták a kézilabdát, vagy akik már rendszeresen járnak a gézengúz UKC edzéseire, hanem bárkit, aki szeretné kipróbálni a kézilabdát, kezdő, egyáltalán nem fogott még kézilabdát a kezébe, azokat is szeretettel várjuk, hiszen különböző csoportokba történik majd a foglalkozás. Jelentkezni most még, amíg az iskolai idő tart, minden iskolába a szivacs kézilabda edzéseket tartó tanároknál, vagy a kézilabda edzéseken a kézilabda edzéknél, de az iskolaidő végeztével is két olyan helyszínünk van, ahol munkaidőben be lehet majd menni és jelentkezni. Ez a Bendegúz Bababolt és a Karterablak. Az idei szezon nehézkesen indult és változásokat hozott a gézengúz utánpótlás kézilabda klub számára. Ezek elsősorban a háttér folyamatokat érintette az egyesület életében. Utolsó pillanatokban kicsit átalakították a verseny lebonyolítást. A gyerekbajnokságnak a korosztályai nem változtak, viszont följebb az ifjúság és serdülő bajnokságban már elindítottak egy országos szintű bajnokságot. Ez nekünk is alkalmazkodnunk kellett. Elég nehézkesen ment, de azt gondolom, hogy jól megoldottuk. A nehézségeket az okozta, hogy egy új internetes online felületet indított el a Kézilabda Szövetség. Innentől kezdve már nekünk is azon kellett egy teljesen új felületen akár az edzéseinket, akár a versenyeinket folyamatosan napra készen regisztrálni. Ez ugye az edzőket is egy új feladat elé állította. Ez volt az egyik olyan nehézség, ami ugye nehezítette a kezdést. A másik pedig az, hogy a szövetség ettől a szezontól ugye nehezített és változtatott az edzés, illetve az edzőknek a képzésén. Nem elég már az edzőknek, nem volt elége a szokásos licensz szerző nyári továbbképzés, hanem egy egész éves új vizsgát indítottak be. Több lépcsős elméleti szakaszai voltak, gyakorlati vizsgák is most fejeződtek be, tehát majdnem minden edzőnknek újra kellett az évbe vizsgázni. Ez is ugye plusz terhet rótt az edzőinkre, de szerintem nagyon-nagyon jól helytáltak, hiszen mindenkinek sikerült ez az átképző vizsga, úgyhogy az új szezonnak már úgy vághatunk neki, hogy szinte biztos, hogy mindenkinek újra meg lesz a következő szezonban is a licensze. Ami a
csapatainkat illeti. A felkészülésünket úgy gondolom, hogy jól sikerült, hiszen a nyári táborok jól sikerültek, akár a balatoni tábor, akár az itteni, elég sok gyerek jelentkezett, viszont azt kell mondjam, hogy a szezon eleje az nekünk is egy olyan nehézséget állított, amit ugye a fiatalabb játékosainknak sikerült kiküszöbölni, akár a női ifjúsági csapatunknál, akár a fiú serdülő csapatunknál, szezon előtt is, de már szezon közben is egy olyan nagyfokú fluktuáció következett be, hogy több játékosunk eligazolt, több játékosunk máshol tanul tovább, vagy több játékosunk az itteni tanulmányaira, vagy pedig éppen sérülésre hivatkozva hagyta abba a kézilabdát, és elég nehézkesen indult így a serdülő fiú és a női ifjúsági bajnokságunk, de itt hatalmas köszönet mindkét nembe a fiatalabb korosztálynak, hiszen nekünk köszönhetően nagyon tisztességgel tudtuk befejezni mindkét korcsoportba a küzdelmeket, és ugyanez igaz az első osztályú U14-es fiúkról is, hiszen itt is a fiatalabbaknak kellett helytállniuk, de én úgy gondolom, hogy nagyon tisztességgel helytálltak. Ami pozitívum, hogy ezeket a csapatokat, ezek a fiatalok ugye egybe maradtak, és ebben a szezonban már valószínű, hogy jóval nagyobb esélyekkel vághattak neki ugyanezeknek a bajnokságoknak. Akár az U12-es fiúk, akár az U13-as fiúk mentek tovább a maguk fejlődésének útján. Mind a két csapatunk azt kell mondani, hogy nagyon jól helyt állt a gyermekkézilabda bajnokságba, akár az alapszakaszba, akár később, és ugye ezeknek a korosztályoknak már több utánpótlás torna is volt, ami ugye akár egynapos, akár többnapos, és itt se vallottunk, hála Istennek, szégyen. Ami nagyon-nagyon örömteli, hogy ugye az U10-es korosztály, akár fiú, akár leállami vonalon, ami ugye mindig a legkritikusabb, hiszen ez annak a korosztály, aki utolsó éves szivacskézilabdás korból kell kijönniük már a kisiskolás korba, vagyis ugye ott kell hagyniuk a szivacslabdát, szivacskaput, kispályát, és el kell jönni a nagycsarnokba, nagypálya, bőrlabda, stb. Itt mindig nagy a lemorzsolódás, de hála Istennek itt mind a két korosztályban most sikerült nagyon jó csapatokat fölépítenünk. És ugye, ahogy haladt előre a bajnokság, ugye ősszel az U9-es fiúk és lányok kapcsolódtak be a bajnokságba, majd később, ugye januárban az U7-es, U8-as fiú. Itt is azt kell mondanunk, hogy elég jól sikerült akár a taktoborzás, akár ugye a tavalyi évek csapatainak a továbbfejlődése, hiszen fiú vonalon a mind U7, mind U8, mind U9-be már kettő csapattal kellett neveznünk a bajnokságba, és lányvonalon is mind az U7, mind az U8, mind a U9-es bajnokságba sikerült csapatot indítanunk, és mindenhol én úgy gondolom, hogy nagyon jól helytálltak a fiatalok, ebből tudunk majd építkezni most a következő szezonra. Városunkban népszerűnek mondható a kézilabda sport. Nagy hangsúlyt kap ezért az utánpótlás felkészítés. Szabó Balást erről is kérdeztük. Minden fiatal, amikor elkezdi bármit sportolni, akkor a példaképek ugye ott lebegnek a szemük előtt. Ugye helyi viszonylatban, ha nem is példaképekről tudunk beszélni, hiszen a fiatalok példaképei általában a BL-be és a magyar válogatottba játszó világsztárok, ez így is van rendjén, de nagyon-nagyon fontos, hogy a fiataloknak legyen hova a hétről hétre elmenni színvonalas, jó hangulatú felnőtt meccsekre, ahol láthatják játszani helyi kötődésű játékosokat, felnőtteket. Láthatják, hogy milyen egy igazi jó hangulatú felnőtt bajnoki derbi, és láthatják, hogy milyen az a szint, ahova szeretnénk, ha majd később fölfejlődnének. És szerintem a szülőknek is jó, hogy látják, hogy van hova fejlődni a gyereknek, van hova lépcsőzetesen eljutni. És igen, említetted a KKC ifi csapatát, aki most bajnok lett fiú vonalon. Igen, ott a legelső korosztályunk, akikkel elkezdtünk foglalkozni, ez a 2000-es korosztály, ez most már odaért, és jó látni, hogy
annak az ifi csapatnak a gerincét, sőt talán 80-90%-át a Gézengúzból kezdett fiatalok alkotják. Ez ugye nem véletlen, mert egy meghatározott együttműködési koncepció szerint haladunk, plusz ugye az ottani ifi csapat edzője nálunk is folyamatosan besegít, nálunk is tag, és itt ugye folyamatos a kapcsolattartás, és van hova kifutniuk a Gézengúzas fiataloknak. Általában az utánpótlás képzésbe azok a klubok járnak élen, és azok jeleskednek, amik ugye a férfi élvonalban is ott vannak az elején. Viszont náluk azt kell látni, hogy hiába nagyon jó az utánpótlás, hiába nagyon sok gyerek jár, akár mondjuk Pikszegedhez, Balatonfüredre, de sorolhatnánk a Plert, de nagyon sok ilyen utánpótlás képző műhelyt, mivel hogy a felnőtt csapat nagyon-nagyon magas szinten van, így nagyon kevés, vagy sajnos sokszor előfordul, hogy szinte senkinek nincs esélye arra, hogy ott labdába rúgjon, ezért ezek a fiatalok mindig mennek jó esetben egy gyengébb NB1-es klubhoz, de rosszabb esetben NB1-b és NB2-es csapatokba. Megmondom őszintén, most megfogtál, mert hirtelen nem nagyon tudok olyan csapatot mondani, aki a maga kis NB2-es, NB1-b-s vonalán szinte csak a saját utánpótlásából tudna táplálkozni, hiszen amint említettem, ezeknek az elit csapatoknak az utánpótlás bázisára igyekeznek a NB1-es, NB1-b-s csapatok minél jobban rácsapni. Nem mondom, hogy egyedülálló dolog, ami itt Kalocsán van, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány. Azt nem tudom, hogy egy 3-4 év múlva ezek a játékosok, vagy akár a most még fiatalabbak elég jók lesznek-e arra, hogy majd egy akár NB1-b-s csapat gerincét is alkossák. Akkor járunk jó úton, ha egy 4-5 éven belül elérjük azt, hogy egy NB1-b-s bajnokságban szinte csak a hazai nevelésű játékosok játszanak. Az már úgy gondolom, hogy elég egyedülálló volna itt kis hazánkban. Halfajok, horgászmódszerek, eszközök és vízi élővilág. A horgásztáborban résztvevő gyerekek mindent megtudhatnak és elsajátíthatnak a hét folyamán a legalapvetőbb feladatoktól elkezdve. Zárásként pedig pénteken versenyt rendeznek számukra, ahol a fődíj egy csónak lesz. Meg annyi tábor várja a kicsiket és nagyokat egyaránt a nyár folyamán. Televíziónk most a városunkban először megrendezett horgásztáborba látogatott el. 16 gyerek jelenleg vesz részt a táborba, ez egy hetes tábor hétfőtől péntekig. A programok gyakorlatilag a horgászatnak a összeságában, a rakósbotostól kezdve, a féderbot, spitzbotok kezdve, minden szakágnak itt van a országos szakembereknek a legjobbjai, és ők tartanak foglalkozásokat. Esetleg terveztek-e még az idén ilyen tábort legközelebb? Idén nem tervezünk ilyen tábort, megvárjuk a gyerekek és a szülők visszajelzését a táborral kapcsolatban, és a jövő évi tábor már le van foglalva, illetve tervezünk 30 pluszos felnőtt táborokat, éjszakai egynapos táborokat, tehát az igény úgy néz ki, hogy jelentkezik a horgászok részéről. Már másfél napon túl vagytok, hogy veszed észre, hogy tetszik a gyerekeknek? A gyerekeknek nagyon tetszik, kicsikét a bőség zavarában vannak. Pergető horgászok is vannak itt, és most a gyerekekkel megpróbáljuk azt a számukra megfelelő formátumot megkeresni, amik őket érdekli. A szakemberek újjáították össze a programokat a gyerekeknek, hogy a tábor során mindenfajta horgászmódszert megtanuljanak az alapoktól kezdve. Ez idő alatt a szükséges horgászfelszereléseket biztosítják számukra. Különböző programokkal készültünk, gyerekek korához, tudásához hozott tehetségéhez igazodva. Próbáltunk kialakítani úgy programokat, hogy senkinek legyen unalmas, és olyat, amit már tud, azt ne kelljen még egyszer itt megcsinálni neki. Több csoportra osztottuk a gyerekeket. A nagyobbak kezdtek egy nagypontyos behordós bojlis horgászattal, mentőmellénybe bevittük őket csónakkal, helyet kerestek, radaroztak, beleláttak a víz alatti világba, a kisebbek kaptak spitzbotot, ők a finom szerelékes úszós horgászatnak az alapjait próbáltuk nekik megmutatni. Körülbelül ez volt az első nap. A mai napon Nagy Viktória
női magyar rakósbotos versenyhorgász tart nekik rakósbotos, ez egy úszós horgászmódszer, rakósbotos horgászatnak a rejtelmeit, és több szép pontot is sikerült már a gyerekeknek így ezzel a módszerrel fogni. A másik csoport pedig a ragadozó halak horgászatáról kaptak információt, előadást, és jelenleg éppen indulnak és megpróbálnak pergetve halat fogni a kalocsai halastóba. Ilyen forgószínpadszerűen haladnak ugye tovább a gyerekek ilyen csoportosan. Mennyi időt töltenek itt egy-egy alkalommal? Így van, körülbelül egy program az olyan 2-2,5 óra hossza, utána egy kis szünet, pihennek, kivetítőt helyeztünk ki, tudnak enni, inni, filmezni, és aztán cserélődnek és folytatódnak a programok, és minden napra más és más ismert neves horgászt hívtunk meg a táborba, és fogadták el a meghívást. Így egész héten részt vesz a táborba Haraszkó Csaba, nagypont specialista, a magyar horgász állandó szakírója. Szerdai napon, azaz holnapi nap folyamán jön Jankovics Krisztián, az ország legismertebb féderhorgásza. Ő fog velük egy közös horgászatot, bemutató horgászatot tartani a gyerekeknek, akik nagyon várják és ismerik. Csütörtöki napon ifjabb Katus Gyula, ifjúsági világbajnoki gyúlom, egyetlen egy kalocsai embernek sem kell bemutatni. Szintén az úszós finomszerelékes horgászatnak a rejtelmeit fogja megmutatni a gyerekeknek, valamint Németh Zoltán Lapát kollega fog a gyerekeknek egy evezős oktatást tartani, mentőmellénybe csónakkal közlekednek a tavon és előadást kapnak a biztonságos vízi közlekedésről. Pénteki záró napon terveztünk, meg szerveztünk a gyerekeknek egy gyermekhorgászversenyt, amin a 16 gyermek részt vesz, korcsoportokba felosztva, és nagyon várják értékes nyereményekkel és díjakkal, és küzdenek. A emlékeken és az élményeken kívül más is hazavisznek a gyerekek, például valami emléklapot, vagy valamit kapnak ajándékba, amiről emlékezni fognak a táborra? Igen, kapnak minden gyermek horgászbottal, etetőanyaggal, csalival és felszereléssel fog hazatérni a táborból, valamint tudással. Mennyi munkát igényelt ez a sok programnak a megszervezése? Hát ez körülbelül egy fél éve Tógazda Kárász László Csabával megálmodtuk, hogy meg szeretnénk ezt honosítani Kalocsán, és körülbelül egy fél év szervezés kellett, hogy ez így létrejöjjön. Ott jártunk, kor úszós horgászmódszerrel épp egy halat fogott ki az egyik táborozó, amit utána vissza is engedett a vízbe. A hét során a fiatalok megtanulják a horgászat fortiait, és azt, hogyan kell kíméletesen és tisztelettel bánni a halakkal. Haraszkó Csaba, mint profi ponthorgász megmutatta a gyerekeknek a pontyozás csínyát, bínyát. Mi megkérdeztük, mivel készült számukra. Igazából általános ponthorgászat volt a célkitűzés. Megmutatni a gyerekeknek azt, hogy hogyan néz ki a nagy ponthorgászat manapság, de legfőképpen a hallal való kíméletes bánásmód az, amit szerettünk volna a gyerekeknek megmutatni. És hát hála Istennek annyira jól fogadták, hogy tényleg már az első pillanattól kezdve tulajdonképpen mesterien bántak a hallal. A merítéssel, a fertőtlenítést, tehát tényleg minden olyan dolgot el tudtak rögtön végezni, amit mutattunk nekik, úgyhogy ez mindig egy nagyon jó érzés és hálás feladat, amikor átadhatjuk a tapasztalatainkat, és tényleg jó dolgokra tanítjuk a gyerekeket. A hét további napjaiban is itt lesz esetleg a pénteki versenynél, segítesz-e nekik valamiben, vagy pontozol? A pénteki verseny nem ígérem, mert azt már haza kell utaznom, de csütörtökig mindenképpen itt vagyok, úgyhogy holnapi nap folyamán is tartok már nekik előadást, parti medel feltérképezés, illetve általános dolgokat, amiket tudnak majd horgászataik során használni. Esetleg be tudnál minket még vezetni abba, hogy miket tanítottál még a gyerekeknek kicsit részletesebben? A szerelék elkészítése, alapvető kötések, tehát minden olyan dolgok, amelyek a vízparton szükségesek. Ugye ponthorgászat az egy olyan válfaj, ami hosszabb időt igényel. Nyilván itt ugye láthatunk pergetést, rakósbotos, finomszerelékes horgászatot. A ponthorgászat abban különbözik, mint említettem, hogy sokkal több időt kell vízparton tölteni, és nagyon-nagyon fontos az, hogy hogyan térképezik fel a helyet, hogyan ismerik meg azt az adott vízterületet, amikor kimennek horgászni. Úgyhogy ehhez igazítottam én is a mondandóimat, úgyhogy mindig azokat a dolgokat mutatjuk meg nekik alapszintől felépítve, amelyeket a legjobban tudnak használni ilyenkor. És hogy veszed észre, mennyire folyékonyak a gyerekek, hogy megy nekik ez az egész?
Hát annyira folyékonyak, amilyen megőrítenek, hogy mikor lehetnek újra horgászni, és mikor lesz megint bojlis bemutató. Épp mai nap folyamán van az, hogy ma a pontyozás a szünetel, inkább a pergetés és a finomszerelékes horgászok, ugye azért jöttek most itt a vendégek is, és mindenki kérdezi, hogy mikor jönnek majd a bojlis bemutatók, úgyhogy holnap ismét belecsapunk a lecsóba. Tehát nagyon-nagyon érdekli a gyerekeket, és ez tényleg jó látni az, hogy olvassák a médiát, nézik a filmeket, az újságokat, és tényleg kérdeznek, és nagyon lelkesek is, és tényleg nagyon jó látni az, hogy így foglalkoznak a témával. A tábor hétfőn vette kezdetét, és péntekig tart. Ez idő alatt rengeteg élménnyel és hasznos ismerettel gazdagodnak a gyerekek. A végén mindenki egy kis útravalóval fog távozni, mely hasznos lesz számukra a jövőben. Zárásként pedig versenyt rendeznek utolsó napra a részvevőknek, ahol megmutathatják és megmérettethetik a héten szerzett tudásukat. Június elején hazai pályán játszotta utolsó fordulóját az U19-es röplabda csapatunk. Az együttes végül az új tornarendszerben a középmezőnyben zárta a bajnokságot. Június 2-án rendezték meg a Városi Sportcsarnokban az U19-es röplabda együttes utolsó fordulóját, amivel csapatunk a bajnokság középmezőnyében zárta a szezont. 22. helyet értük el végül is ezen a napon. Három csapat volt velünk együtt, Pécs és Debrecen, meg ugye Kalocsa. Minden két csapatot sikerült elvernünk. 3-1-re és 3-0-ra, tehát nagyon eredményes napnak mondhatjuk, de sajnos az előtte lévő meccseken ugye nem voltunk annyira eredményesek, úgyhogy itt csak a 22. helyezést értük el. Ez ilyen középmezőnynek számít, úgyhogy végül is elkeseredésre nincsen ok. Hogyha szezon elején közepén jobban teljesítünk, akkor még előbb is kerülhettünk volna. Egyébként hogyan zajlott itt az U19-es korosztályban a bajnokság, hogyan képzeljük el, milyen fordulók voltak, milyen nehézségű ellenfelekkel találkozhatott a csapat? Igen, ettől a 2017-18-as évtől megváltozott a rendszer, mert ugye eddig mindig a felnőtt meccsek után voltak az ifi meccsek, most pedig egy külön torna rendszerben zajlott. Havonta egy napon volt, mindig más városban, és 3-4 meccs, attól függ, hogy hány csapat volt. Szeptember végén kezdődött, szeptember végén az első meccs az Békés Csabán volt. Itt ugye a Békés Csabára tudni lehet, hogy a röplabdának egy fellegvára, tehát ott az utánpótlás nagyon komolyan veszik, meg ugye a felnőttnek is NB1-es csapata van, úgyhogy elég jól kezdtük az évet. Itt ugye sajnos kikaptunk mindenkitől, úgyhogy itt ennek következménye volt az, hogy innentől kezdve már ugye olyan csoportokba kerültünk, ami ugye az alsóágba számít. Összesen 7 hónapon át zajlott, tehát minden hónapban volt egy meccs, tehát 7 forduló volt mindig minden városban. Kalocsán tudtunk 3-at ebből rendezni, tehát nagyon jó volt, hogy csak 4-szer kellett utaznunk. Voltunk Debrecenbe, Kispesten, Dunakanyarba, és ugye Békés Csaba. Az itthoni meccseink pedig 2-szer a kertvárosi iskolában voltak, 1-szer pedig a most a júniusi, az pedig a csarnokban volt. Ugye az azért nagyobb terület, úgyhogy ez nagyon jó volt, hogy legalább egyet tudtunk a csarnokban rendezni. Az itthoni meccseinkről pozitívan tudok beszámolni, mert minden 3 versenynapon mindenkit le tudtunk győzni, szorosabb meccseken is, vagy kevésbé szorosan, de tehát itthoni közönségünknek mindig meg tudtuk mutatni, hogy ügyes, összeszedték magukat a lányok. Hát amikor utazni kellett, akkor ugye voltak sikertelenségek is, győztes meccsek is, ugye ez az utazásoknak, főleg akkor Debrecenbe mentünk, az egy 4 órás út, akkor ugye Pesten is voltunk 2-szer, Veszprémbe is, itt ugye annyira nem tudták összeszedni sajnos magukat, meg ugye elmondható az ifista a lányokról, hogy sokan ugye felnőttbe is játszanak, volt olyan hétvége, hogy ugye egyik nap ifi meccs, másik nap felnőtt, szóval nyilván nem tudnak azért mind a két helyen úgy teljesíteni. És egyébként sikerült most már így a szezon végére megszokni ezt, hogy másképp zajlik a tornarendszer, tehát most már fel tud készülni úgy a csapat, hogy igen, egy nap és több meccset kell játszani? Igen, szerintem így egyre jobban belejöttek. Nyilván az első pár hónap az még nem volt olyan könnyű ezt megszokni, mert azért egy nap több meccs tartalékolni kell ugye az energiát a többi meccsekre, de ugye együtt edzettünk, a felnőtt meg az ifi, tehát azért
jó minőségű edzések voltak, ugye felnőttektől ők sokat tudnak tanulni, meg hát ugye nekünk is nagy segítség, mert ugye kevés felnőtt játékos van, úgyhogy így mindenképpen szezon végére már szerintem összeszoktak. Náluk ugye az volt nehézség, hogy sok olyan tanuló van, aki most érettségizett, továbbtanulás előtt áll, tehát ők az utolsó fordulókat már nem mindig tudták bevállalni, ugye ez a tanulmányaikra hivatkozva. Ezt ugye elfogadtam, de szerencsére tudtuk őket mindig pótolni, úgyhogy megoldottuk. És egyébként most majd nyilván a nyári pihenő után, ha megkezdődik a felkészülés, akkor ez már egy jobban szervezett, az új tornarendszernek megfelelő felkészülés tud lenni, hiszen nyilván ugye az előző években ez nem így volt, ez most egy újdonság volt, amit most már sikerült ezek szerint kitapasztalni. Szerintem mindenképpen, hogyha ez a rendszer lesz jövőre is, ugye még nem tudjuk, mert hát most még ugye nagyon szezon vége van, tehát nyár végén lesz majd az, amikor értesítenek minket arról, hogy milyen rendszer lesz a következő évben, mert ugye mindig változtatnak. Próbálják tapasztalni, hogy melyik a jobb. Valakinek ugye az volt a jó, hogyha együtt volt a felnőtt meg az ifi, nekünk szerintem ez így sokkal jobb volt, hogy külön napokon. Mind a kettőt ugye meg lehet szokni. Nyáron most ugye pihenő van egy hónap, de júli végén már kezdődik a felkészülés. Azért is, mert augusztus végén meg egy nemzetközi ifi tornán fogunk részt venni Debrecenben, az 5-ös kupa. Minden évben, az elmúlt években minden évben szerepeltünk rajta, úgyhogy most is elmegyünk, és itt erre ugye fel kell már készülni mindenképpen, úgyhogy most ez lesz a következő. És egyébként most itt említetted, hogy érettségizők, továbbtanulók, sikerül-e egyben tartani a csapatot? Lesznek esetleg változások, amit már most lehet tudni? Hát igen, két lány van ugye, aki érettségizett és továbbtanul. Nyár közepén fog kiderülni, hogy ugye felveszik-e őket. Nyilván szorítunk nekik, és szeretnénk, hogyha továbbtanulnának, de ettől függetlenül szerintem meg lehet oldani, hogy hazajárjanak, hogyha akarják. Ugye többen lediplomáztunk, leérettségiztünk, úgyhogy ugye itthon közben sportoltunk, úgyhogy meg lehet oldani. Ez ugye tőlük függ. Beszélgettünk már velük erről, hogy mit szeretnének. Nyilván minden a felvételitől fog függni, meg attól, hogy ugye hogy tudják összehozni az órarendjéket, de remélem, hogy haza fognak tudni járni, vagy hogyha esetleg nem is, akkor ugye ott tanulnak, akkor ott legalább folytatni tudják a sportot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, további szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!